Sziasztok! Palotai Nándi vagyok, ez pedig itt az első Pesti Egyetemi Rádió 97 MHz-en. Mai adásunkban az e-sportokról fogunk beszélni, méghozzá a téma jeles szakértőivel, az e-sport Magyarország, azaz 1 millióan a Magyar e-sportokért Egyesület tagjaival. Bemutatkoznátok, ha lehet? Akkor én bemutatnám itt a csapatot. Németh Beatrix, alias Deja, illetőleg Tóta Gábor, alias Gabu, és én pedig Bíró Balázs Drang vagyok, az 1 millió a Magyar e-sportért mozgalomtól. Ezek a becenevek, ezek milyen becenevek voltak? Ezek nektek a gamer, vagy igen, játékos neveitek? Nick neveink. Igen, ezek a nick nevek. Általában ezért ebben a szubkultúrában a játékosok, azok ilyen saját emblematikus neveket választanak maguknak, és ez egy ilyen játékos név. Bea, Gabu és Drang. Igen, ez egy nagy kérdés, hogy egyébként ez úgy nagyjából úgy tükrözi az illetők nemét. Illetve az, hogy ki milyen karaktert választ így játékba. Mert néha az a tapasztalat, hogy egyszerűen egy nagy darab szűrös ember képes egy női karakterrel menni végig mondjuk egy ilyen World of Warcraftba, vagy ilyesmi. Tehát ez szerintem egy kézenfekvő kérdés azért. Nem feltétlenül tükrözi a nemét, vagy bármilyen identitását. Igen, hát ez egy ilyen rövid vicces kitérő volt. Viszont mi is az az e-sport tulajdonképpen? Mert ez egy elég új kifejezés, én ezzel nem is olyan régen találkoztam először. Igazából az elektronikus sportokat takarja ez a kifejezés, és hát ha úgy nézzük, ez egy eléggé új dolog, tehát itt Magyarországon meg végképp, de azért tőlünk nyugatabbra, meg távol-keleten sokkal jobb hagyományai vannak az ilyen jellegű hobbiknak, vagy nem is tudom, ez egy hobbiból nőtte ki magát, a videójátékos közösség kompetitív vonala, hogyha így mondhatom, és amúgy meg vannak nagyon tág, nagyon szűk definíciója is ennek az e-sport fogalomnak. Mondjuk nagyon tág az lehet bármi olyan elektronikus játék, amiben összemérhető a teljesítmény, és ezáltal összehasonlíthatók a játékosoknak a tevékenységei. Ez lehet egyébként ügyességi, stratégia, gyakorlatilag bármi, ami kompetitív. Hát igen, mára azért már nagyon szerteágazó ennek az egész e-sport mozgalomnak a fejlődése. Tehát ahogy te is mondod, vannak stratégiai vonala, ezek a real-time stratégiák, az RTS-ek, ilyen például a StarCraft, vagy a korábbról ismert ilyen játék, az a Warcraft, ami mondjuk most már annyira nem megy e-sport körökbe. Illetőleg hát vannak a klasszikus FPS-ek, az ilyen akciójátékok, az FPS, játékok. Mint rövidítés, azt kifejtenéd? Person shooter. Aha, tehát a belső nézetes, lövöldözős játék, igen. Ilyen pongyolán megfogalmazva. Igen. Példát is mondjunk rá, ilyen például a Counter-Strike, amit nagyon sokan játszanak és szeretnek, vagy akár a Battlefield, vagy a Call of Duty, amit nagyon-nagyon sokan játszanak világszerte. Igen, a Call of Duty-ról hallottam, egy csapat deszkás hagyta abba miatta a deszkázást igazából. Kicsit mérges vagyok rátok ilyen szempontból. Egyébként egy tipikus e-sportoló az hogy néz ki, vagy milyen korosztályra nincsen, kell gondolnunk? Nincsen tipikus e-sportoló. Tehát pont ez a lényeg, hogy mindenki más, és nincs, tehát ugye elképzelik nagyon sokan, hogy otthon ül a kövér gyerek az asztal előtt, hosszú zsíros hajjal, és nyomogatja a számítógépet, és akkor erre van ellenpélda rengeteg. Tehát aki egyébként is sportol, élőben is elmegy, fut, mit tudom én, mit csinál, és otthon játszik a gépével. Nincsen ilyen, hogy ránézek valakire, és te egy e-sportoló vagy, igen, látom rajtad. Nem létezik ilyen. De a kivétel, hogyha Timo sapka van rajta. Igen, ha biztos. Timo sapka van rajta, akkor tudod, hogy az. Főleg, hogy nem maradjon. Van Legend egy karaktere, a Timo. Igen. És ennek van egy sapia, és ez közkedvelt. Igen, ez csak. Hogy néz ki? Vagy ezt lehet így kapni, vagy rendelni? Vagy mindent lehet. Nyerni, rendelni, kapni, bármit tehet. Ja, el lehet érni, de elég jó kis kultúrája van, kultja van neki. Ez a League of Legends akkor, igen, ha jól értettem, igen. Ez egy ilyen fantasy játék, vagy mi a definíciója ennek MOBA, nagyjából? Úgynevezett MOBA játék. MOBA? MOBA. Igen, MOBA. Igen, ez a masszív multiplayer online battle arena. Igazából ez a rövidítés. Masszív online multiplayer online battle arena. Igen, az nagyjából azt akarja, hogy a multiplayer-t hogy többen játsszák online környezetben, és van egy ilyen két bázis egy térképen, gyakorlatilag 5-5 fővel, és ez a harci arena, amit ugye mond a név, az annyi, hogy az a cél, hogy a másik bázisát, ez az 5 hős egy csapatban előbb leüsse a másiknál, és akkor van 120 hős a játékban, és akkor mint egy ilyen a sakkhoz szokták hasonlítani, illetve a
hogy annyiféle kombinációban megnyitás stratégia, hogy így ez adja az egyik vonalát a sportnak, hogy olyan taktikákat lehet kidolgozni, amikkel minél be lehet fejezni a játékot, és akkor az a győztes csapat, aki előbb leüti a másik csapatnak a nexusát, így hívják azt a főbázist. Értem. Tehát akkor ezt leszögezhetjük, hogy nincsen tipikus játékos. Nézd rá, nincsen. Megmondanád rólunk bármelyikünkről, hogy mondjuk ő esportoló? Súlyák tudja követelni. Ennyi. Tehát a legmagasabb szinteken ez külön követelmény azoknak az e-sportolóknak, hogy fizikailag is helytelnek. Abár nem, mikor látszik közvetítést, akkor nem mindig jön le ez a nézőnek, de ahogy a mentális szinten a legmagasabb, vagy a legjobban teljesítsenek, ahhoz a fizikai edzés is ugye hozzátartozik, és ez külön napi rendi pont náluk, hogy ugye igazából semmi dolguk nincsen, csak játszanak elvileg, de úgy, hogy be van osztva a napjuk, hogy edzés, szabadidő, gyakorlás, statika, kommunikáció a csapaton belül, tehát ezek mind egy olyan vonal, ami az e-sportokat, vagyis a professzionális videójátékot odaemelte, ahol most van. Hú, amit az előbb említettél, ez a fizikai jellegű felkészülés, ez nekem új, mert az e-sportokkal kapcsolatban azt észrevettem, hogy egy technikai sportról van szó, tehát elég fontosak a számítógépek meg ilyenek, de most is egy számítógép előtt effektíve ülök, tehát ezt a fizikai felkészülést, ezt hogy kell elképzelni? Ugye mondjuk van egy verseny, amit teszem azt, hogy 2 hónap múlva van egy világbajnokság, akkor ha úgy készülök föl, hogy napi 24-ből 20 órát a gépelőt ülök, és a csapatommal gyakorlok, akkor sokkal összebb lesz a teljesítményem, mint hogyha egy be van osztva, hogy mondjuk 8 órában gyakorlok, mondjuk taktikákat, 2 órában mondjuk kommunikáció gyakorlok, és mondjuk 1 órában napi szinten elmegyek mondjuk edzeni, hiszen akkor mentálisan is sokkal jobban ott tudok lenni, és kitamolat pihenni, fel tudok készülni. Tehát a legmagasabb szinteken az e-sportoknál azért 7-től 7-re versenyeznek a játékosok, akár 10-15 héten át keresztül egy bajnokságba, tehát fontos az összpontosítás, és ebben javít a fizikai felkészülés. Értem. Illetve még én annyit tennék hozzá ez, hogy azért egy ilyen verseny, az testileg is azért meg, és fizikálisan is megviseli az embert, mert gondolj bele abba, hogy mondjuk egy napon át, neked 8-10 órában maximálisan koncentrálnod kell, ott kell ülnöd, tehát ez valamilyen szinten fizikális felkészültséget is von maga után, és, vagy feltételez, de egy jobb példát mondanék, úgy nézed a Forma 1-es versenyzők, ami szintén egy technikai sport a Forma 1, az autósport. Az ő számukra is fontos a fizikai felkészültség, ha bár ők is csak egy helybe ülnek, és a kormányt mozgatják. Tehát lehet ilyen szempontból párhuzamokat vonni az e-sport meg a technikai sportok közé. De azért nyilván az, ami az emberekben is, meg a társadalomban is él, hogy ezek ilyen kocka játékosok, akik a gép előtt ülnek egyfolytában, és játszanak, ez nem állja meg most már a helyét. Tehát a magasabb szinteken, amiről a Gabu is beszélt, tehát azért több szintre lehet bontani az ilyen játékos réteget, és a magasabb szinteken ott már tényleg követelmény a fizikai felkészültség is, nem csak a játékbeli tudás. Még azért, akik hobbi szinten, vagy fél profi szinten játszanak, nem biztos, hogy belefér az idejükbe a munkájuk mellett, vagy a rendes életük mellett az, hogy nem csak a játékra a fizikai felkészülésre is jusson elég idő, de aki már tényleg ebből él, annak bele kell férnie az idejébe, tehát tényleg ebből él, ebből kapja a fizetését. Vannak ilyen emberek már. Nem, és, aki igen, és aki a fizetésüket adja, az meg is határozza nekik ezt a dolgot. Ezt elvárás. Tehát kőkemény elvárás, amit az előbb a Gabu is mondott, hogy edz, gyakorol, taktikázik, mit teszik, hol leszik, külön házak vannak erre. Tehát léteznek házak, ahol a csapatot beköltöztetik, és akkor ők ott együtt élnek, lélegeznek. Egy ezt kvázi nem. Olimpia ez is. Hát nagyon nagyban, igen. Nagyon nagy, de ez igen. Csapatra lebontva is. Tehát e-sportházaknak hívják, amire beszél be. Távol-keleten, Kínában egyébként nagyon sok ilyen e-sportház van. Azok a csapatok, játékosok egyrészt azért, hogy minél jobban együtt tudjanak működni, ismerjék egymást minél jobban, megfelelően működjön a kommunikáció, és hát tényleg az együttjáték az működőképes legyen, és hát ne csak egy LAN-on találkozzanak először, amikor leülnek egymás mellett a gépek mellé, hanem tényleg fizikálisan is ismerjék egymást. És ennek egy része az, hogy fizikálisan is felkészüljenek ezekre a versenyekre. Igen, itt a kommunikáció szóba került az előbb a Gábornál is. Ezt a kommunikációt, ezt hogy kell érteni? Tehát a játék közbeni kommunikációnak a technikáját kell ez alatt érteni? Hát ugye itt ketté választhatjuk, hogy vannak ugye egy-egy játékok, e-sportok, és vannak csapatjátékok. És igen. A csapatjátékoknál, amikor általában 5v5 játékokról beszélünk, például a LoL-nál, ami ugye egy MOBA játék, ahogy beszéltük, ott nagyon gyorsan kell döntéseket hozni, és általában van egy úgymond csapatkapitány, mint a
például a fociban, akinek annyival van több feladata, hogy elmondja pontosan, hogy mi fog történni a pályán, hogy éppen kit kell támadni. Ugye vannak támogató hősök, vannak nagyobbat sebző hősök, vannak olyan hősök, akiket nehezebb megölni. Tehát nagyon nem mindegy, hogy melyiket támadják először. És például a kommunikáció alatt azt értettük, hogy amikor valamelyik a csapatkapitány meghatározza, hogy kit támadunk, akkor azt mondja, hogy neki egyből kell dönteni, és mind az öt embernek egyből követnie kell, és ugyanazt az embert támadni. Vagy ha esetleg különböző embereket támadnak, akkor vagy lassabban adik meg őket, vagy pedig az ellenfél jobban fókuszál, és akkor... Bekerítik. Igen, illetve hát hamar megöldik azokat a hősöket, akik nagyobb sebzést tudnak kiadni rövidebb idő alatt. És ugye az a cél, hogy ezeket megöljék a lehető legelőbb. Meg hát ugye ott vannak a, például az FPS-ekben, hát azért ott aztán végképp rendkívül fontos, hogy a kommunikáció működjön egy csapaton belül. És ott ugye nem is csak úgy van, hogy mondjuk a főnök a csapatba irányítgat, ott visszajelzések is érkeznek folyamatosan, tehát ez egy teljesen interaktív dolog. Egyfolytában beszélnek játék közben, biztos láttál már, vagy remélem láttál már ilyen versenyt, néha nem is halkan. Tehát azért ez egy ilyen... Viszont ha jó a kommunikáció, akkor ez az üvöltözős része el is marad általában, hiszen egymás között simán meg tudják beszélni nyugodt körülmények között normálisan. Ha gyakorolják ezt. Igen, a jól működő csapatok esetében azért van egyfajta járrendszer is, tehát hogy ha mondjuk egyébként egy adott térképen játszanak, egy adott szituációt, hogyha már gyakoroltak, legyakoroltak, akkor tudnak akár formációkat játszani, elég csak egy számot bemondani, vagy valami jelszót, ami alapján lekövethető. Mint az amerikai futball, vagy akár tényleg nincs is messze a sportok világa, ahol ugyanígy egy bizonyos számkombinációra bejön egy egész stratégia a pályán. De egyébként én visszakanyarodnék egy kicsit az elejére az egésznek, hogy nem bontottuk szét, hogy milyen játékok, vagy milyen ágai vannak ennek az e-sportnak. Itt szó volt a MOBA-ról, de akkor most már felsorolnám, mert hogy már így kikívánkozik belőlem. Van ugye ez a MOBA. Ennek valamilyen szinten az elődje az RTS, amiről beszélsz. Az RTS-ekből alakult ki valamilyen módon ez RTS a MOBA. Az RTS ez a real-time stratégia. Igen. A stratégiai játékok a Warcraft, Starcraft 2, ami most igazából népszerű játék ilyen szempontból, vagy akár régebbről ismert az Age of Empires. Emellett vannak ugye az FPS-ek, erről beszéltünk, ezek az akciójátékok, a lövöldözős, belső nézetű lövöldözős játékok, akkor emellett még vannak a sportjátékok. A sportjátékoknak az egyik ága ugye az, ami a csapatjátékokat képzi le, ilyen például a FIFA, amivel itt majd játszani is fogtok, illetve vannak a technikai vonala az autósportokra is, az egy külön ága, tehát nagyon sok olyan játékos van szimulátorokra, tehát az autó motorsportra, rengeteg játék íródott, ami ebben foglalkozik, igen. És konkrét, tehát élő versenyeket csinálnak ebből a játékosok, tehát ilyen szempontból is egy ága az e-sportnak. Illetőleg van még egy olyan ága, ami most van valamilyen szinten felfutóba, ezek a pókerhez hasonló ilyen kártyajátékok. Ilyen most a segítsetek, ami nagyon népszerű most. Hearthstone nevezetű játék. És hát ez valamilyen szintén a pókertől eredeztetném, de alapvetően nagyon sok hasonlóságot mutat az ilyen asztali kártyajátékokkal, ami mondjuk az ilyen szerepjátékok vonaláról jön be. Tehát van egy ilyen vonala is az e-sportoknak. Úgyhogy nagyon szerte ágazó lett manapság már ez tényleg, és mindenki megtalálhatja magának azt a játékot, amiben ha elindul, akkor egy kompetitív vonalon sokat gyakorol, és talál magának szponzorokat, akkor idővel ebből tud majd megélni. De ez tényleg nagyon sok munka kell, tehát nem akarok én senkit se arra buzdítani, hogy csak ezzel foglalkozzon. Hogyha ezzel akar foglalkozni, és e-sportból szeretne megélni, ahhoz viszont kinkes erős és nagyon sok munka kell. De erről Gabu tudna a legtöbbet mesélni, mert ő valamilyen szinten megmerítkezett ebbe az egész légkörben. Akkor mesélnél nekünk egy kicsit, hogy milyen mélyen merültél el? Ezzel kapcsolatban ugye én 14 évesen kezdtem el játszani, akkor az első versenyem, és egy nemzetközi bajnokság által jutottam bele ebbe a... Bocsáss, egy gyors kérdés, ez hány éve volt pontosan? Vagy ez nagyjából 7-8. Tehát 7-8 éves. Most 22 van. Éves vagyok, és 14 évesen kezdtem el játszani. Az volt az első versenyem, amely teljesen... Ez is mutatja, hogy milyen véletlen szemben lehet ebbe az egészbe csöppenni. Tehát volt éppen a Pólus Centerben egy verseny, Xbox 300 konzolon, és az pont egy ilyen világbajnokságnak volt Magyarország előselejtezője, és én ott találkoztam igazából először a játékon, azt sikerült megnyernem, és ezzel ugye nyertem egy ingyenes utat a Németországba a középdöntően, ahol a legjobb 8-a végeztem. Ott az első amúgy egy Mokos Gábor nevezető magyar játékos lett, aki kijutott az európai nagydöntő, vagyis a világdöntően, Londonban játszott, és ott második lett, tehát ő elmondhatta abban az évben magáról, hogy ő volt a világ legjobb második fifása. Ha nyert volna, akkor 20 000 dollár lett volna a díja, illetve az aranylabda gálán való részvétel az akkori foci csillagokkal.
De második lett, ami igazából egy nagyon-nagyon szép eredmény, csak mutatja a mai helyzetét is, illetve az akkori helyzetét a magyarországi e-sportnak vagy versenyeknek, hogy igazából nem nagyon tudott senki el az egészről, és nem is szándékozott beszámolni róla, hogy ilyen eredményt értünk el. Tehát az volt az első versenyem nekem, és azután kezdtem el tudatosabban foglalkozni a játékkal, megkerestem a versenyeket, és úgy csöppentem bele az egészben. Tehát ha valaki el akar indulni egy ilyen úton, és azt mondja, hogy úgy érzi, hogy ő helyt tudna állni, és tudna egy saját e-sportkarrierbe kezdeni, akkor az úgy tud nekiállni, hogy az otthoni gyakorlás után elmegy egy ilyen versenyre? Vagy hogy lehet ennek így nekiállni? Én azt gondolom, hogy az, hogy hogyan választ valaki e-sportot, az nagyban függ a saját hozzáállását, a személyes kompetenciát, hogy a csapatjátékos, vagy nem csapatjátékos. Nyilván nem tudok máskor együttműködni, akkor nem választok 5v5 játékot. Nálam ez egy teljesen véletlen dolog volt, hogy pont a FIFA-n, amúgy fociztam is, tehát én akkor 4-5 szinten játszottam, heti 5 edzésem, tehát ugye, amúgy értelemszerű volt, hogy a virtuális focit is kipróbálom. És aztán ugye, ahogy egy sérülés kapcsán vége lett a foci pályafutásának, úgy lett igazából, úgy majd meg a focis dolog, illetve a virtuális foci. És amúgy nagyon sok dolgot, amit párhuzamban lehet állítani, tehát a csapatfelállás, taktikákat, szerintem nagyobb ellátása van annak a játékosnak, aki amúgy focizott élőben a virtuális pályán, hogy hogyan lehet mozogni, olyan taktikák vannak. Ugye a mai játékokban, főleg a FIFA-ban, ugye, mint egy edző szemével is lehet nézni ezt az egészet, annyi fel taktikát be lehet állítani, ilyen egyéni mozgásokat, hogy gyakorlatilag a játékosok pontosan úgy mozognak a pályán, ahogy te azt szeretnéd. És hogyha többet látsz a pályán, előre tudsz gondolkodni a meccs közben, akkor könnyebben fogsz meccset nyerni. Tehát így ez szerintem nagyon sokféle, hogy valaki hogyan választ igazából ilyen. Ha valaki például valakinek az ismerősei például Counter-Strike-oznak, ő is kipróbálja és jó benne, akkor lehet, hogy neki ez a vonal lesz, ami. De hogyha például inkább loloznak az ismerősek, lehet, hogy a lol lesz az, vagy éppen átmegy, vagy talán egy ilyen közösségi portált, ami igazából több játékból is hozza a híreket, mint ugye a mi szervezetünk, annak egyik célja, hogy bemutassa, hogy milyen e-sportok vannak. Így lehet, hogy pont így látja meg azt, hogy hoppa, itt egy kártyás játék, vagy egy StarCraft, és akkor megnézi, letölti, vagy megveszi a játékot, és akkor és látja azokat a játékosokat, akik mondjuk a legjobbak ebben az egészben, és hogy ő tett, mondjuk egy interjút olvas valakivel, hogy egyik magyar játékos itt meg ott nyert, és akkor hoppá, akkor is megnézem, hogy mi ez a játék, kipróbálom, és akkor lehet, hogy így lesz jó benne. Tehát ez lehet véletlenül, vagy szándékosan tesztelés útján. Egyébként. Értem. Igen, tehát ugye itt már... Lenne egy apró megjegyzésem, mert az előbb megkérdezted, hogy milyen a tipikus e-sportoló, és hogy hány éves. Igen. És erre nagyon nem tértünk ki, pedig ez nagyon-nagyon fontos. Én is ezt akartam egyébként. Igen, tehát ez egy rettenetesen fontos kitétele, ugyanis egyszerűen hihetetlen széles az a skála, amin ez mozog. De akkor több korcsoportról beszélhetünk. Igen, egyébként. És ezek a korcsoportok igazából összefolynak, mert egymással is játszanak. Tehát nincs olyan junior, senior vagy akármi. Nincs, tehát vegyünk egy akkor a Csé úgy látszik az itt ismertebb. Counter-Strike a Csé. Igen. Tehát ugye ott egy 5 fős csapatról beszélünk. Nem számít, hogy milyen nemed van, hogy hány éves vagy, együtt játszanak. Nem számít. Tehát tudok csapatokat, ahol vannak lányok, tudok csapatokat, ahol együtt játszik a 40 éves a 17 évessel. Tehát nincs ez meghatározva, hogy hány éves valaki. Igen. Oké, de azért hozzászólnék annyit, hogy az a nagy átlag, hogy azért 14 év és 25 év között van az e-sportolók, aktív. Az aktív e-sportolóknak, akik igazán topra feljutnak, azok 14 és 25 év közötti korosztályban találhatók. Tehát ez azért összeköthető azzal is, hogy 25-30 éves korban azért már csökken a reakcióidő, másképpen működik a szervezet, tehát ilyen szempontból az öregedés az kihat elég komolyan az e-sportolók. Tehát ugye, hogy egy sportoló ki tud öregedni, mondjuk a futballból, úgy az e-sportoló is ki tud öregedni, de hát ez mondjuk azzal is jár, hogy... Cáfolnám. Egyébként ez mutatja, hogy nem csak az öregedés, de az egzisztenciális háttérnek a módosulása az is azért nagyon hozzájárul, amikor a családot alapítanak, akkor nincs annyi ideje egy családapának, hogy napi 8 órát játszon, mert dolgozni is kell, meg egyrészt a családot ellátni. Tehát az ilyen szempontból ezek komoly érvek tudnak lenni az e-sporttal szemben, mármint 25 év felett már. És ahogy telik az idő, lehet, hogy ez még változhat, mondja, igazából egy új dologról beszélünk, nem igazán egy kifejlett dolog, az egész csak egy ilyen, ugye Amerikából, illetve Ázsiából jön Európa felé, tehát ez az egész e-sport mánia. Lehet, hogy 20-30 évben már lesznek olyan 25-30 éves, akik még megtehetik azt, vagy olyan versenyek lesznek, olyan díjazással, olyan feltételek lesznek, hogy még megtehetik, hogy játszanak, és például amúgy a World of Tanks egy ilyen játék, az egy, amit nem igazán említettünk még, ami egy hétfő-hét játékmódba szokott menni e-sport szinten, ahol mindenféle típusú tankokkal
kell a másiknak a másik csapatot megsemmisíteni. Ott például tapasztalható, hogy ha megnézzük egy ilyen versenyt, sokkal idősebbek az emberek, mert maga a játék megkövetel egy olyan szintű taktikai érzéket, ami legalábbis szerintem én nem vagyok teljes mértékben jártas ebben a játékban, de nagyobb taktikai érzéket igényeltem, amit az idősebb játékosok jobban tudnak, vagy jobban éreznek, hogy sokkal türelmesebb játék az a játék. Tehát így lehet, hogy lesznek később majd akik 40 évesen is ezzel foglalkoznak, de ez még a jövő zenéje. Világversenyeket rendeznek Mahjongból, neten keresztül, online, és konkrétan 50 fölötti az átlag életkor. És leülnek otthon a gép elé, és kőkemény világbajnokságokat rendeznek Mahjongból. És ha jól emlékszem, az annyira azért nem egy durva reakció. És a magyarok nagyon jók. Ezért más verzet. Komolyan, nagyon, nagyon komolyan. Viszont azt meg akartam kérdezni, hogy ugye azt mondtátok, hogy nincs átlag életkor, és hogy a különböző korosztályok egymással is játszanak. Viszont akkor milyen ligák vannak, vagy hogy van ez így differenciálva? Ilyen szintű korcsoportok nincsenek. Inkább olyan szintű tagozódás van, hogy inkább amatőr, félprofi, profi, ilyen vonalon lehetne elindulni. Tehát ennek is nagyon nehéz egyébként így meghatározni ezt, mert vannak különböző online ligák, ahol ezek így nem látszódnak elsőre, nem tudod elmondani, nem tudod megmondani a csapatról, hogy ő most profi, áll mögötte egy komoly szponzor, maximum ha benne van a nevébe, vagy valamilyen módon utána jársz. Tehát összemosódnak ezek a dolgok. Az amatőrök ugyanúgy játszanak a profikkal. Vannak olyan bajnokságok, vagy olyan versenyek, amik meghívási alapon működnek, ahova tényleg azokat hívják meg, aki már valamit elért, tehát mit tudom én, egy landgyőzelmet, vagy akár online ligában sokáig vezette a bajnokságot. Így kell elképzelni. Tehát nagyon laikus szinten így kell elképzelni. Tehát olyan, mint amikor a Blast 4-et összeeresztenéd az NB1-et. Tehát ilyen szinten még nincsen tagozódva az e-sport. Olyan szinten van, hogy egy LAN-okra azért kell valami szintű támogatás, szponzoráció, hogy eljusson a csapat, főleg a nemzetközi LAN-okra. Ezek a LAN-ok azok az ilyen hatalmas nagy hálópartik, amikor így összekötnek egy csomó gépet, és akkor az interneten keresztül, vagy a helyi szerveren keresztül játszanak különböző játékokat. Ezt úgy kell képzelni egy versenyszinten, mint az olimpiákat. Tehát, hogy ott ülnek a csapatok együtt, egy vonalba, és játszanak egymás ellen. A végén megnyeri az a bajnok. Tehát nagyon, nagyon leegyszerűsítve. Egy kiesési rendszer ugyanúgy, mint ugyanúgy. Egy rendes sportnál. Mondjuk vannak eltérő rendszerek, de ez... Vannak erre mindenféle szisztémák, best of 1, best of 5, best of 3, ami amikor tudom én, három körből, három összecsapásból, három győzelmet kell elérni. Ez olyan, mint mondjuk a teniszben elérni a megfelelő számú játszma győzelmet, mérkőző győzelmet. Nem értek a teniszhez. Nem is tudom, hogy miért a tenisz hoztam példaként. A focival nem így van. Hát ez az. De ott is van például oda-visszavágós rendszer. Tehát van oda-visszavágós rendszer. Van egy double animation, például az alsó-felsőjágon, ugyanúgy egy kupánál, tehát hogy... Focival kevésbé. Nem, ez ott is megvan. Mondjuk hozzuk példaként a mostani világbajnokságot, hogy úgyis focival lesz szó. Hát ott csoport. Selejtezők rendszer, igen, csoportkörök. Tehát ezek ugyanúgy, ezek az ilyen jellegű lebonyolítási szisztémák, azok ugyanúgy tetten érhetők az e-sportban is. Mint hogy szabályzata is van ezeknek a versenyeknek. Tehát... Ezek a szabályzatok nagyjából mit tartalmaznak? Csak mert így dopping vizsgálat, vagy ilyesmi? Ez egy nagyon jó kérdés. Igen. Ötlet vagy kérdés? Mind a kettő. Én rájöttem, el kell vonni az energiaitalt a játékos. Ez az egyik dolog. Tehát, hogy az energiaital, meg a különböző harci drogok, amiket a játék használtak, azokat ki kell szorítani a LAN-okról. De nem is erről van szó. Igazából a cheatekről van igen. Szó. Találkozhat vele egy nem e-sportoló is, vagy egy hobbi játékos is. Mondjuk a saját kedvenc online játékába valaki úgy ér el előnyt, hogy nem megengedett szoftvereket használ a gépén. Így nagyon egyszerűen próbáljam megfejteni. Ez olyan, mint a dopping tényleg a való életben, amikor ugye különböző kémiai anyagokkal. Itt szoftverekkel lehet javítani, mondjuk ha az FPS-nél nézzük, akkor mondjuk vannak olyan aimbotok, amik azt csinálják, hogy lényegében becéloznak egy pontot az ellenfélen, például a fejét, és akkor mindig fejbe lép. Aimbot. A botnak a fogalmát azt így kifejtenénk így a hallgatóságnak, mert egy ez program, nem egy program, hogy fel is találsz, és akkor segít neked igazából. De a komolyabb ligáknak azért már saját ilyen, tehát nem kell attól félni, hogyha valakibe belegondol, kicsit mélyebben vagyok, hogy neki csal, ezek itt védve vannak, tehát általában a komolyabb ligák, azok már saját programot csinálnak maguknak, hogy védjék az online
kupákat, versenyeket, és ugye feltételezeknek a használata, sok esetben bizonyítékot kell feltölteni, hogy tehát pontosan azt használta, hogy ezek a programok futottak. Itt a dopingvizsgálatod. Igen. És ebből szoktam amúgy... Ez a virtuális vada. Élőben ugye nem feltételezi sem, hogy valamit fel is talál, és azt majd mások azt nézik. Ugye volt, van nekem egy közvetítés van, és amiről még nem beszéltünk, hogy ugye ezt, hogy az emberek együtt játszanak, ott nem csak maguknak játszanak, hanem ugye a közönségnek is. Tehát a népszerű e-sportjátékok nem csak azért jók, mert hogy akik játszanak vele, hanem ezt nézni is nagyon élvezetes. Tehát teljesen úgy szórakoztató ipar van körül, hogy fényekkel hogyan játszol, a kommentálás, a közvetítés, hogy mint a Forma 1-ben közvetítés, vagy a foci közvetítés, hogy ki hogyan éli bele magát a játék, hogyan adja át azt a közönségnek is. A legnagyobb versenyt már nagyjából ilyen 200 és 300 ezer közötti online nézőközönség van az ilyen középszerű világbajnoki összecsapásoknak, és ugye hát nem mindegy, hogy ezt hogyan prezentálja valaki a nézőknek. Vannak tévéközvetítések. Tehát vannak tévéműsorok, amik arra vannak, igen, specializálódva, hogy ezeket mutatják, ezeket a versenyeket, kommentátorokat, szakkommentátorokkal. Németországban van az SMTV, például ott igen, ismerős a neve. Ott folyamatosan mennek ezek a dolgok. Egyébként Távol-Keleten komolyan ezeket a játékosokat úgy tisztelik, mint a nemzeti hősöket, vagy a rockstárokat. Körülbelül úgy sztárolják ezeket a játékosokat, azért mert körülöttük olyan média felhajtás van, ami nyilván valamilyen szinten mesterségesen gerjesztett is a média által, de például, nagyon jó példa, a koreai futballválogatott, amikor ott volt a VB náluk, akkor azzal próbálták őket motiválni, hogy mérkőzések előtt találkoztattak a helyi StarCraft bajnokokkal, és lényegében az ővelük való találkozás az, ami igazából motiválta, vagy valamilyen szinten lendületet adott nekik a játékban. Nekem ezzel kapcsolatban személyes tapasztalat, és ugye 2009-ben volt egy itthoni világbajnoki selejtező, és ugye általában, hogy mondtuk, hogy itt többféle lebonyítási rendszer, mint a világbajnokság, tehát vannak helyi selejtezők is, illetve globális selejtezők, és a 2009-es világbajnoki selejtező, ami itt a Magyarországon volt, azt sikerült megnyernem, és akkor a világdöntő az Kínában volt. Tehát mit tényleg az a három magyar játékos kiutazhatott Kínába, hogy képviselje Magyarországot ez a világbajnokságon, és ott testközelből tapasztaltuk, hogy ez tényleg ugyan, nem csak egy ilyen pusztával kiáltott szó, amikor azt mondjuk, hogy ezeket a játékosokat tényleg úgy tisztelik, mint az isteneket, vagy te elismerik azt a munkát, ami benne van, és ott tudják az emberek, hogy mennyire nagy munkát igényel az, hogy valamiben a legjobb legyél, vagy éppen, hogy abból a játékos közösség, vagy egy játékból te legyél a legjobb, és nem tettek különbséget az ottani szurkolók a között, hogy most egy ázsiai vagy európai játékos az. Tudták, hogy mi játékos vagyunk, hiszen a pólónkon látszott, mert egy ilyen pólót kellett viselnünk, amit a verseny adott nekünk, vagyis a versenybizottság, hogy ezt kell hordanunk, amiközben játszunk, és tényleg látható volt az elismerés, amit ott tanúsított a nézőközönség. Egyébként, hogyha bárki kíváncsi erre a millióra, akkor nemrégen jelent meg a Valve-nak egy egész estés filmje, egy dokumentumfilmje erről a gamer kultúráról, vagy az e-sport kultúráról, ez a Dota 2 nevezetű játékot, vagy az adja az alapját, meg az apropóját. Ami szintén egy MOBA. Ami szintén egy MOBA hasonló, mint a LOL, tehát egy ilyen multiplayer online battle arena. Most meg ki tudom mondani a végére. A lényeg az, hogy Free-to-Play címmel nemrégen adtak ki egy filmet erről. Ez elérhető egyébként a legnagyobb videó megosztó portálon, és ez tényleg belpillantást ad az e-sportolók hétköznapjába, és magába egy ilyen versenynek a lebonyolításába, illetve egy verseny, hogy is néz ki. Tehát ha valaki kíváncsi erre, akkor nézze meg ezt a filmet, mert nagyon jó, ezt tudom ajánlani mindenkinek. Amúgy mi arra törekszünk, hogy ilyenek legyenek Magyarországon, mint ebben a filmben, ami látható, hogy ilyen jellegű nagy tömegrendezvények lehessenek Magyarországon is ebben. Hogy néz ki egy ilyen tömegrendezvény külföldön, vagy egyébként egy ilyen tömegrendezvény? Úgy képzeld el, hogy egy futballarénát például megtöltenek a nézők, és ott nem fociznak, hanem játszanak, és nagy kivetítőken ezt nézik a játékosok, vagy a nézők, és ezt kommentálják szakkommentátorok, ugyanúgy, mint a futballt. És ugyanúgy hallani a közönségen. Igen, gyerünk! Igen, ugyanolyan szóval. De festik magukat egyet. Ezt akartam mondani, hogy egy egyen festés, meg csapkodás, tapsolás, minden. Csapkodás alatt a pompolányokat érted. De vannak lányok, akik beöltöznek, például a lolosokra rettenetesen jellemző az, hogyha ők szokott lenni, itt nálunk is néha külföldről közvetítenek mozikba, LOL, igen, döntőket, és erre ugye elmennek az emberek, megveszik a jegyet, beülnek a moziba, és ott is beöltözve, sapiba, szurkolói kesztyűvel. Egy gyors kérdés csak, hogyha valaki esetleg itt a hallgatóságból úgy érzi, hogy már nagyon-nagyon-nagyon felcsigáztuk,
mikor lesz legközelebb ilyen vetítés? Vagy van most tervbevéve ilyen? Nem tudom sajnos fejből így megmondani. Az oldalunkon. Kövessenek minket facebook.com/1millió esportoló. De majd gondolom a linket megosztjátok. Fizetett hirdetésünket. De ott egyébként... Nem fizetett. Mi rendszeresen jelezzük a követőinknek, hogy mikor vannak ilyen rendezvények, és hogyha már itt tartunk, nem csak ilyen jellegű... Igen, ez csak egy a közvetítéssel kapcsolatos, hogy te beöltöznek még oda is. Tehát nincsenek is jelen kézzelfoghatóan ezen az eseményen, és mégis jönnek, öltöznek, kiabálnak, drukkolnak, mindenkinek megvan a kedvenc csapata, a kedvenc játékosa. Egyszerűen tényleg, mint egy foci meccs, amikor leül valaki egy pubba, és megnéz egy foci meccset, és ott ülnek X-en, és drukkolnak nekik. Ugyanezt el kell képzelni, ez egy moziterembe, ami nem mindegy. A versenyek pedig, és az egyéb rendezvényeket iszonyatos skálája van ennek is. Tehát a bemutató versenyektől, vagy bemutató meccsektől elkezdve a hatalmas, tényleg ilyen arzenálokba rendezett, nagy, több tízezres tömeget megmozgató történet, akkor gameshowkon, kiállításokon, amik vannak, meccsek, játékok. Lehet mondani példát innen? Nyugodtan, persze. Ugye, minél több példa, annál ugye, jobb. Tehát például ugye van a játék kiállítás, tehát a Play It, ami most a Sima Csarnokban volt idén. Ez a, hát a Budapest Game Show-nak az örököse, és előtte ugye a WCG-nek volt az örököse, tehát is szépen sorba jutottunk el a Play-ig, ahol egyébként mindenféle cégek mutatják be az új játékaikat, a hardvereket, konzolokat, tehát mindent, amit el tudsz képzelni, és akkor ide szerveztünk mi a Play-it segítségével, illetve mi segítettünk a Play-itnek megszervezni ide a Dota 2-t és a LOL-nak a döntőjét. Ez lényegében két színpadon zajlott, és hát egy elég nagy érdeklődés övezte. Sokszor többen voltak, mint a nagy színpad előtt. De a lényeg az, hogy igazából most idén kicsit más volt a rendezvény, mint korábban. Egy ilyen beszúrt kérdés. A színpadon a játékosok foglaltak igen helyet. Ezt jól érzékelem, hogy nem egy ilyen, nem is tudom, mozivászorról nem beszélünk. Nem, itt helyszínen voltak a játékosok. Tehát úgy képzeld, hogy van egy színpad, középen egy vászon, ülnek a szélén a játékosok, gépek előtt, és az egészet nézi a közönség. Ilyen 200-300 fős közönség volt stabilan végig a LOL színpad előtt. Ezek egy része az cosplayes volt, olyan játékosok, amiről Tabea is mesélt az imént, akik beöltöznek valamilyen a kedvenc játékos karakterüknek, beöltöznek, és akkor ilyen módon is azonosulnak ott a játékkal, meg az egész hangulatával a játékoknak. De emellett van másik rendezvény is, ahol igen, ugyanúgy... Igen, még itt azért kitérnék a show elemekre, tehát hogy ugye nézik, de hát ugye kell valami, ami ezt a dolgot feldobja. Erre vannak ugye azok a streamerek, akiről az előbb beszéltünk, akik ezeket leközvetítik profi módon, és közben, mikor meccsek, szünetek, ilyes messzünetek vannak, akkor is van folyamatos aktivitás a színpadon, tehát megállás nélkül, meg tényleg amit egy show műsor, ez a legjobb kifejezésre, és akkor valamint a Drang említett, hogy azért ennek van egy, ez a pure, tehát ez a tiszta verseny része is, ami nem egy show műsorral összekötött valami, hanem, mit tudom én, van egy gyártelep kiürítve, oda ugye betelepítik ezt a versenyt, és akkor ott a csapatok egymás ellen. De ott a nézők, annyi néző van, aki lemegy és beáll esetleg a játékosok mögé megnézni a versenyt. Illetve neten át szokták ezt is streamelni, tehát neten át közvetítik. Igen, mindenképpen hozzá kell tennünk, hogy ennek a szubkultúrának van egy olyan része, aki nem aktívan műveli magát az e-sportot, abár játszik ő maga is, hanem inkább az átadásban serénykedik, és streamer csatornákat tartanak fönn ezek a játékosok, és közvetítik, úgy, mint a sport közvetítések esetében, a szakkommentátorként közvetítik magát, hogy mi történik a pályán, főleg a játékban, és ezt rengetegen nézik közben ezt az interneten keresztül, tehát úgy kell elképzelni, mint ha egy ilyen egyszemélyes sporttévék lennének ezek, amik adott mérkőzésekre eljutnak, és onnan lényegében leközvetítik a fanoknak, hogy mi történik a pályán. Sok játékot így is készítenek, hogy e-sport számpontokat is kövessen, és hogyan követ egy játék e-sport számpontokat. Az egyik fontos dolog benne, hogy közvetíthető legyen, tehát hogy át tudja adni azt az élményt, vagy azokat a taktikákat, azokat a megmozdulásokat a nézőnek, akik ugye mondjuk online néző, vagy éppen élőben nézi, hogy nem csak
mutatja a játékot, hanem elemzi is. Tehát általában ketten szokták ezt kommentálni, vagy inkább jobban érte a játékot, szakmai szempontból nézi, és miközben például kicsit üresebb percek vannak, nem sok minden történik a pályán, közben elemzi a mondjuk CS Counter-Strike esetében, hogy milyen fegyverkel mennek, hogyan lőttek, mi volt az előző körbe, stb. És van, aki meg épp az akció közben emeli fel a hangját, és kommentálja az adott megmozdulást az egyik csapat által. És ezt ugye megint váltogatják egymást, és ezt ugye megbeszélik, hogy hogyan működnek egymás között. Egyébként ez nagyban hasonlít a sportközvetítésekhez, tehát nem kell nagy dolgot elképzelni, tehát olyan felállás van, egy szakkommentátor, meg van egy riporter, aki leközvetíti akár az adott 1v1 szituációkat. Apropó 1v1 szituáció, gondoltunk arra, hogy esetleg akkor most, ha már itt a vendégünk a Gabó, és ilyen jó eredményeket ért el FIFA-ba, akkor játszhatnánk egy kis FIFA-t. És 1v1 lesz, és ez egy nagyon érdekes felállás lesz igazából, mert te ugye te elértél helyezést világbajnokságon FIFA-ba, én meg most fogok életemben először FIFA-zni. És akkor most kiállunk egymás ellen, és ki fog derülni, hogy nem az, hogy ki a jobb egyébként, az fog kiderülni, hogy mennyire vesz. Ahogy ez nagyon fontos például a lebonyolítás szempontjából, hogy mondod, mert ha például egy meccset játszanak, mondjuk két csapat egymás ellen, akkor sokszor, sok esetben az olyan kiélezett, hogy nem mindig dönti el pontosan, hogy ki a legjobb. Tehát azért szoktak mondjuk kettő vagy három meccset, és a legtöbbet, mint csoportkörben játszani egymás ellen, hogy több meccs után legyen meg a végeredmény ennek a történet. Most játszunk egy 2x4 perces meccset, nem tudom, milyen hosszú lesz, az nem biztos, hogy visszaadja a valós különbséget ugye kettőnk között. Ez lehet, hogy maga a mentségé. Igen, igen, az is lehet, hogy elvered. Igen, igen. Mikor játszottam ott a Gabóval a FIFA-ba? Jó, 4 hónapja. Tényleg. Ugye az, hogy fontosan játszál és top szinten legyél, azért azt nem mindig tudod fenntartani, és ugye mondtuk, hogy mikor kezdi valaki abban, hogy mikor kezd inkább szervezői munkát vállalni. Most én már inkább ilyen játékos edzői pozíció vagyok, tehát én csinálok már bajnokságokat is, szervezek fifásoknak, illetve lolosoknak is, és már nem igazán összeegyeztető a játékkal, és én már szívesebben csinálom bajnokságokat, mint játszok a legmagasabb szinten, tehát ezért van az, hogy kicsit háttérbe szorult ez a vonal. Értem. Viszont akkor... Ez elég egyeneság szokott lenni, tehát aki sokat eltölt az e-sport világában, játékosként, vagy szervezőként, vagy bármiként, annyira megszokja azt a közeget, hogy ugyanúgy, hogy apu egyértelmű volt, hogy beáll ebbe a sorba. És egy kicsit hazabeszéljek, és keveset beszéltünk arról, hogy szervezeti, vagy milyen háttérmunkát végzünk mi magunk ebben, mert Gabu ennek a oszlopos tagja ennek az 1 millió a magyar e-sportért mozgalomnak, sok más játékossal egyetemben, és streamerekkel természetesen, LAN-szervezőkkel, olyan játékos közösségek képviselőivel, akik évek óta benn vannak ebbe a gaming vonalba, és közösen szeretnének tenni azért, hogy Magyarország is eljusson majd egy olyan szintre, hogy egyrészt nemzetközileg eredményesek lehessünk, jóval eredményesebbek, mint jelenleg, mert most is vannak, és voltak olyan csapatok, játékosok, akik kiugró teljesítményt tudtak nyújtani, viszont ez nem egy egyenletes dolog, hanem vannak ilyen hullámhegyek, meg hullámvölgyek, és ilyen szinten azt szeretnénk, hogy ez ennek a színvonala is emelkedjen Magyarországon, és hát egy olyan intézményesült háttér épülhessen ki erre, ahol egy komoly sportszövetséghez hasonló módon egybegyűjtsük ezeket a játékosokat, akik ebben komolyan gondolják a részvételt, és azért is jöttünk el egyébként, hogy ezt minél több emberhez eljusson ez az információ, és köszönjük a meghívást ilyen módon is. Köszönöm a jelenléteteket. És hát nem tudom, akkor nincs más hátra, mint hogy nyújtsunk egy kis ízelítőt ebből az egészből, hogy hogyan is működik, és nem tudom, aztán esetleg utána, mint edző adhatsz nekem tanácsokat, hogy legközelebb mit hogyan csináljak a fifázok, akkor indítsuk el a játékot. És akkor mondjuk el, hogy ez magyarul van, jó? Tehát, hogy azért ez lokalizálták. És most meg a számítógépem kikapcsolt random. Igen, most lenne, akkor a lokalizációról most nem beszélünk. Lenne egy konkrét szabályzatunk, akkor most láthatnánk, hogy honnan folytatjuk azt a játékot. Ezt nem kezdődött el, úgyhogy... Igen. Igen. Egyébként a hallgatóságnak be kell vallani, hogy ez a második meghibásodott számítógép ez alatt a rövid 1 órás idő alatt, tehát itt már elhárítottunk egy technikai malőrt a háttérbe közben. De hát igen, ettől élő egy adás, nem? Vagy most próbálom elütni az egészet valami humoros rossz dumával. A FIFA-t egyébként nem kifejezetten e-sportra készítették, de erről Gabu tudna a legtöbbet mondani. Igen, ezt abból a szempontból lehet ugye észrevenni, hogy például
mostani profi versenyeken nincsen konkrét szabályhoz kötve, például, hogy hányszor kell cselezned, hányszor kell passzolnod, mielőtt a labdát megtartod, és ugye nagyon fontos, hogy élvezhető legyen nézni, és például még egy LoL-ba vagy Dotába gyakorlatilag percenként történik valami a pályán, addig sok esetben egy FIFA mérkőzésen a profi játékosok inkább biztonsági játékot játszanak, és megtartják a labdát, hátul passzolgatnak, majd úgy mennek fel, hogy inkább a labdatartáson előnyben, emiatt viszont nem olyan élvezetes nézni, tehát nincsen megszabva az, hogy például 4-szer kell csinálnod, vagy 5-öt kell passzolnod, és emiatt a külső néző az kicsit elunhatja magát, az a játék, amit jobb játszani, mint igazából nézni. De hát a FIFA-nál sokkal inkább a casual, vagyis az átlag játékost szokták megcélozni, vagy azt a közönséget, nem inkább a professzionális vonalát. Habár kiemelhetjük, hogy azért a idén ugye a 2014-es világbajnokságnak a virtuális világbajnoksága az pontosan egy időben egy helyszínen lesz megrendezve, ami azért egy kicsit visszaadja ezt az egészet, illetve párhuzamot van. Szóba esik a technika, de nagyon fontos előfeltétele az esportnak, hogy működőképesek legyenek a hardverek. Fusson rajta a játék. Futni fut. Csak megfelelő eszközökkel játszom az ember. Legyen áram, meg internet. Tehát most jelen pillanatban ebből van áram, internet, és minden egyéb hiányzik. Igen, tehát mikor valaki ilyen versenyt vesz, hogy hogyan oldja meg ennek a leszervezését, akkor ezeknek a funkciónak élnie kell. És ugye sok esetben nem is olyan könnyű ezt egy ilyen nagyobb rendezvénynél pontosan megoldani. Sikerül elindítania? Igen, már. És láttam, a beállítás is megy már, te. Hogy még nem. Aki világversenyen volt, annak menjen. Én nem nyugodtam a gépemhez. Én csak segítek kiválasztani. Ha esetleg nagyon megtetszik, és úgy gondolod, hogy szeretnél ezzel többet foglalkozni, vegyél egy gépet. Nem. Szerintem egyébként egy Windows újratelepítés az nagyon sokat megoldana ebből a gondolatból. Tehát így ez a számítógép, ez elég jól visszaadja azt egyébként, hogy én milyen szertelen módon élem az életemet. Itt rágják a vírusok, újraindul, nem indul, tiszta szemét az asztal, tele van olyan fájlokkal, amik évek óta ott vannak, tehát igen. Hát miről ugye ismerszik meg az e-sportoló? Rend van az asztalán. Esőn, igaz, még, de nagyon nagyjából, néha rendet rak. Az biztos. Hát ugye beszéltünk a taktikákról, tehát igen. Tehát ugye mi is a meccs előtt vagyunk, és ugye nagyon sokszor elválasztható felállás van, ami meghatározza, hogy milyen típusú játékot játszunk éppen. És ezért vannak támadó védekező felállások, ugyanúgy bármelyik játékban támadó védekező taktikák, amikkel lehet. Mivel abszolút nem értek hozzá, én a szabadúszó technikát választom. Felülről kezdtem. Nézem, egy kicsit befagyott a történet. Könnyen lehet. Ettől függetlenül, hogyha már egy ilyen beállításoknál tartunk, azért az e-sport játékoknak a nagy része az kevésbé annyira közkeletű, vagy annyira ismert, mint például a futball a FIFA esetében, tehát ez jóval könnyebb stratégiát választani, vagy ez jóval ismertebbek talán a felállások, mint mondjuk egy LoL-nál, vagy egy Dotánál, ott azért mélyebb szintű tudás kell ahhoz, hogy az ember a megfelelő taktikát, vagy a megfelelő stratégiát. És akkor ne beszéljünk kiválasztja a StarCraft-tól és társairól. Nagyon jó egyszer, kicsit bezavar neki, hogy egy kicsit késik is, ugye. Ez is nagyon fontos, amikor egy online játék vagy online mérkőzés van, hogy ugye abban a pillanatban történjen a dolog, amikor te lenyomod. Tehát ha esetleg internet gondok vannak, akkor úgy hívják, hogy delay, azaz késés van a játékban, ami ugye eléggé megnehezíti a magas szintű játékot, hogyha nem akkor történik a dolog, amikor te lenyomtad, vagy éppen később. Bár ez nem sok játéknál jellemző, még a FIFA azt mondta egy ilyen játék, hogy ugye nagyon meghatározza az online játékot az, hogy a két félnek mi az internet kapcsolat egymással, mert kapcsolatnak egymáshoz is, illetve lehetséges olyan, hogy egy közös szervén van a játék. Ahol még egyébként nagyon fontos az FPS-eknél, tehát ott azért az akciójátékoknál, lövöldözős játékoknál azért nagyon fontos, hogy hol van éppen a másik, az ellenfél. Ha sarkon túl van és le tudod lőni még, akkor ez nagyban valószínű, hogy a hálózat hibája volt. Elkezdődött. Nem azért, mert... Igen, ez csak egy ilyen előzetes, ilyen gyakorló menü nagyjából. Ezt szerintem túl is nyomhatjuk meg. Nyomjuk. Én készen állok a mérkőzésre. Kezdődik a nagy összecsapás, a Real Madrid és a Bayern München fog összecsapni. Én a piros vagyok. Igen. És mivel rúgok? Hogy van? Ugye minden a zölddel tudsz gyakorlatilag passzolni. Gyakorlatilag élvezhetetlenül szaggat a játék. Igen, de kb. Egy képregényt látom. Kivétel! Azt a mindenit!
Megint kivétem, pedig azt se tudtam, mit jön. Automatán végül. Tényleg? A francba. Most vagy te el. Na, de eldobni el tudta, igaz? A futballjátékban. Fejes, az eszemügyből lesz. Ó, ez akkor volt, hogy belerömegett a kontrollára. 12 perc van. Igen, azért, mert kapufásból volt, és ilyenkor mindig érzik el, tehát ilyen kontrollára. Aha. Úgyhogy vissza is lehet előzni. Nézzük még vissza háromszor. Ilyen béna vagyok. Beszéltük az etikettől, hogy általában itt online játéknál, a FIFA-nál feltétlenül az érzett, hogy én azt szeretném, hogy te végig nézzek, hogy én ezt meg tudom csinálni, mert nem tudod elnyomni a gólt, de a szívem is szoktak elnyomni, mert csak azért nem tudom végig nézni. Jó, hogyha már az etiketnél vagy a játékos etiketnél tartunk, azért a nagyban lefedi a netikettet, úgymond. Tiszteld az ellenfeledet. Ó, már majdnem ott vagyok a Gabó kapujánál. Elveszítettük, az kezében ilyen. A kontroller, és elveszítettük. Fel is sem bekockultak, kész. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket. Mi voltunk az e-sport nyilla. De, mindjárt ott vagyok a... Nem, és nem. De azért figyelj, majdnem eljutottam a kapujánál. Egy kamerát ide be kell szerelni, mert ezt látni kellene. Először. Most először játszok ilyet. És most kapom a másodikát. Tudni kell, hogy minden évben új játék jön, tehát ezért sem nagyon e-sport játékot, hogy nem lehet elmondani, nem olyan célból készült. Vannak olyan profi versenyek, de ugye ahhoz, hogy egy játék, e-sport játék lehessen, azért hosszabb ideig ugyanazokkal a szabályokkal, játékkal, stb. Kell versenyezni a játékosoknak, hogy hozzászokjanak, illetve legmagasabb tatiákat tudják dolgozni, és egy játék, ami minden évben megújul, az elég nehéz. Te közben kicseleztelek, de jó, megszereztem a labdát is, szóval ez tök jó. Egyébként a többet akartok megtudni az e-sportokról, akkor keressetek minket a Facebookon. Nem, tényleg, én abszolút nem voltam innen focis. Minden posztukat hashtageljük. Hashtag e-sport nyilat. Gabu, engedj már be egy gólt, hadd örülj. Volt egy... Nem, csalás lenne. Nézzek, és a kapusom is kivédi, nem kell. Két év ezelőtt tök jó csinálj, ott úgy volt megadva, hogy két verseny volt, és a két verseny győztese tudott végül dönthet el, hogy ki a végső győztes. És én megnyertem egy délelőtti selejtezőt, és a délutáni selejtezőt egy 5 éves kisgyerek nyerte, aki amúgy iszonyatosan tehetséges volt, 5 évesen. És legyalázta az egész mezőnyt, és a végén a nagy kivetítőn tudtunk döntőzni. Ahol nagyjából hasonlóan jó körülmények voltak. Tehát gyakorlatilag az a különbség, ami kettőnk között volt, az gyakorlatilag minimális csökkent. Azért, mert ő is jó volt, meg én is, de nyilván nem tudtam annyival jobb lenni nála. Amivel jobb tudtam lenni, hogy ha láttam is a játékot, ugye egy kivetítőn alig láttam, beesett a nap, szaggatott, játszatlan volt szinte az egész. Közben, és, ja, egy dolog, hogy közben kaptam még egy gólt, és tök érdekes, mert voltak animációk. Hát a te játékosod annyira örült, hogy a földre vetette magát. Igen, mert a gól után különböző gombkombinációkkal különböző gólömöket tudsz elérni. Ugye, mint a gól után betűsz lenni, és akkor az olyan, mint a Mortal Kombat, de volt a feteléti kivégzés. Gerinc kitépés és társadalmat. Egyébként arról nem is beszéltünk, mert távol-keleten ezekből a verekedős játékokból is jön. Street Fighter. Tekken. Engem nagyon érdekel, sikerült megverned az 5 éves kisgyereket FIFA-ban? Igen, legyőztem, 3-2 lett a vége, úgyhogy nem hagytam magamat. Amúgy az érdekes össze az volt, hogy iszonyatosan nagy ellenszél volt, tehát mindenkinek is szurkolt, ez teljesen egyetlen volt. És nehéz volt, tehát az is egy nyomás volt. Konkrétan izgultam a meccs közben, mert ott nagyon sokan nézték, nagyon sokan, de egy ilyen 200-an végignézték azt a döntőt, és... Jaj, és hogyan adtam? És amikor egy szponzorpólóban ott feszítesz egy 5 éves kisgyerek ellen, akkor elvegy neki, hogy te vagy a legjobb, tehát neked kell győzni, ez nem is kérdés. De ez nem volt egyértelmű a meccs alatt amúgy, és nem azért, mert elnéztem, hanem mert nem volt különbség, vagy kevés különbség lett köztünk. Aztán a díjamat nem jártam neki, de ez és a fair play díj, Gabuyé. Ez kedves dolog, igen. Abszolút tiéd az a fair play díj. Nekem nem csak a gépem káoszos, de a csapatom is egyéb. Ó, de hogy szalad! Oda nézd már, milyen előre. Hogyha a jobb felségben van, akkor azzal tudsz sprintelni, tehát így vagyok te alapkocadásban van. Ja, hát ezt nem mondtam.
hogy a sűrűbben passzolgatsz, akkor ki tudod játszani ezeket a helyzetek. Ó, Istenem, pedig most már tényleg milyen vonalon belül voltam? 16-oson belül jutottál már, igen. Igen, én mindig csak azzal tudok védekezni a vénaságom ellen, hogyha a Gabó ellen játszom. Tehát ez nem egy egyszerű szituáció igazából. Gabó. Bocsánat. Van egy olyan játékos, aki egyébként Gabó, ha jól tudom. Igen, ő Xboxon játszott. Te most nem elgáncsolt a... Nem, egy kis lökés volt. Igen, van Gabó nevezett játékos, ő Xboxon volt is már egy-két... komolyabb esélyen. Várjál, ez a finomabb lökés, ez olyan, hogy van gombod arra is, hogy szabálytalankodj, de picit? Igen, tehát ahogy... Hát az amikor, melyik? Amikor hát ez nem is mondtam. Nem kérdezted. De szabálytalan akarsz játszani? Hát csak egy picit. Ez olyan, mint a flipper, de amikor letűnt. Tehát csak egy picit lepedagolja. Igen, tehát ugye, amikor nálad van a labda, akkor ugyanazokat a gombokat nyomod, mint amikor nincsen nálad, ezért a gomboknak különböző funkciója van a védekezésnél. Tehát ugyanazok a gombok, amik lősz, ő tudsz védekezni, hogyha nincs a labda. Ó, most te rúgtál föl engem, vagy magamtól estem el? És most kiment el. Ó, Istenem. Én egyébként azt hittem, hogy az, hogy élőben botlában van, így focihoz, az egy dolog, de hát ez... Igen, ezt az érzetet kelti az ember, mint hogy a tökre tudna focizni. Nem, én pont azt akartam mondani, hogy még itt is béna van. Még így is? Tényleg? Igen, de hát ezért... De gördeszka és Tony Hawk's Pro Skater. Hát ott egy gördeszkázás után még nekiállni THP-esezni úgy, hogy kicsit, csak egy nagyon picit valóság hűt le, hogy lehessen élvezni. Fogom, megcsúszom a háztetőt, utána villanypóznák tetején átcsúszok. PlayStation-on játszottam Tony Hawk-ot, úgyhogy átérzem, az nagyon-nagyon jó. Tehát egy meccsi statisztikát láttunk itt. 2-0, ja. Ja, most a második fél időnél tartunk akkor. Igen, teljesen úgy kell elképzelni, mint egy közvetítést, ugyanúgy fél idei statisztikákkal, ahogy most láthatod. De jó, mert akkor effektív, hogyha gólt kapok, akkor a másik oldalra kapok gólt, mert ugye térfélcsere van, és ez végül is abból a szempontból jobb, hogy legalább nem csak azt látom, hogy jobbra megy. Igen, ez egy abszolút pozitív hozzáállás, amúgy ez is nagyon fontos a játékosoknak, hogy nem nagyon lehet üdvelni mentálisan azért, mert sokszor a sport pszichológia hatásúja az egész, hogy nem lehet üdvelni meccshez, hogy ő fog nyerni, mert alapvetően akkor te is nyerni lesz sokkal gyengébb. Hát ez egy abszolút jó hozzáállás. Melyen gól? Milyen szomorúan is szegény kapuk. Pontig. Én ugye vannak olyan típusú játékból, például tiltják a bugokat. Ugye azok a játékban olyan hibák, amiket tudós használni egy falon átnézés, vagy falon átlevés, mint kezdés esetében. Igen, mondjuk igen, olyan hibák, hogy benne vannak a játékban, de nem szándékolt hibák. De ki lehet használni ki ezeket lehet használni. Pont ez a lényege, hogy ugye sok játékban tiltják ezeket a mozdulatokat. Most a FIFA az pont egy olyan játék, amiben az a legjobb játékos, aki ezeket tudja használni, és ezek nincsenek betiltva. Tehát itt vannak olyan bizonyos pontok a pályán, amit megfelelő mennyiségű játékkal idő után észreveszel, hogy egyes passzok ugyanúgy mozognak a játékosért, egyes beadások ugyanoda helyezkednek. És tehát amikor én beadom, akkor gyakorlatilag már 5 perc előtte látom, hogy ott, be majd, ott lesz majd a játékosom. Így sokan nagyobb előnyben vagyok hozzád képest, aki csak azt látja, ami éppen történt, de nem tudod, hogy mi lesz a következő lépésem nekem. Magamnak se igazából. Minden esetre azt hiszem, hogy elérkeztünk a műsoridőnk végéhez, tehát szerintem, hogy orsan még berugod nekem szégyen szemre ezt a gólt, akkor azt hiszem, hogy... Ó, pedig most aztán majdnem megszereztem a labdát, de... kivédtem, remek, és nem, ezt már nem védem ki. Tehát... De várjál már, hát a te játékosod rúgta a gólt is, lefekszik a földre szobomban. Ez egy hibás animáció volt. Amikor... Nem, ez egy ilyen hasonló csúszós gondolat. Ja, értem. Hát... 4-0, 70 perc volt, és ilyenkor... Hát itt nem lehet feladni, ugye amúgy a játékot, de... Hát most azt hiszem... Én viszont feladom, tehát ezt már így nem vissza nem hozom. Általában szoktak sokszor online játék közben feltenni, amikor kilép a másik játékos nagyon hamar egy-egy gól után, amikor ott hagyja a történet, és akkor így jelezze, hogy megadta magát. Uh-huh. Beírja azt, hogy GG. GG. Ja, GG, ez a GG. Great game, mint good olyan. Good game. Ezzel így egyezményesen az, hogy vége is feladja a mérkőzést.
Értem. Gratulál az ellenfélnek. De ezt egyébként vereség után is szokták sportszerűségből beírni, nem? Én ezt csak a jó barátaim válla fölött végignézett Starcraft meccsek miatt mondom. Persze. Látom, megköszönjük a játékot. Egy is köszönjük akkor... meg a játékot. Értem. Hát én is köszönöm a beszélgetést, és még egyszer elmondanátok az elérhetőségeteket, csak hogy így egy kerek egész lezárás legyen a végére. Igen, a Facebookon vagyunk megtalálhatóak, a facebook.com/, így mondom, hogy számmal 1, és utána innen már betűvel 1 millió e-sportoló. És ez az 1 millió a magyar e-sportért volt, és köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Nagyon köszönöm a részvételt.